Kedves gyerekek, kedves felnőttek, lassan, hus, vége a vakációnak, kezdődik az iskola, online is, amilyen olyan, de kezdődik. Igen. Persze megkérdezhetnétek tőlem is, vagy tőlünk is, tanároktól is, hogy mit eszünk abban a nagy iskolában, állandóan csak tanulni kell, tanulni. Hát olyan érdekes, ugye Jézus Krisztus, ugye a mai evangéliumot, ha olvassa, figyelmesen hallgattátok, akkor ugye azt mondja, egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. Tehát igazából Jézus minden nap mindig tanított. Pedig ő hozhatott volna mennyek országából egy csomó azsutuáret, nem segélyt mindenkinek, kincseket, de mindenféle egyebet, nem? Hozhatott volna mennyei mannát, pogoleát öntriába, mi? Mindenki egyen, nyugodtan, nyami, lesz valami belőle. Vagy hozhatott volna egy csomó mennyei fűrjet, és akkor egy ilyen nagy karitász állandóan osztogatta volna, na, ham, és egy sült fűrj már mindjárt szákba is van, nyami. Érdekes módon Jézus nem osztogat. Tehát nem ma írja a Szentírás azt, hogy hát a szűzanyának Jézus kedveskedett egy szép esti ruhával, nem? Vagy egy ilyen műköröm szettel. Hát, mint jó Isten megtehette volna, nem? Mária is, hogy felaffektált volna, jaj, annyi dolga van ezzel a gyerekkel. Nincs ilyen. Tehát én nem írja a Szentírás, hogy a szűzanyának mosógépet, vagy bármi hasonlót adott volna. Ő tanítást hozott, és olyan érdekes, hogy amikor a mennybe menetel előtt is, hát mindenféle utolsó szavaival bennünket útba igazít, nem azt mondja, hogy menjetek és osszatok sok-sok segélyt, hanem menjetek és tanítsatok minden népet, mindenkit. Tanítani. Miért? Hát én azt gondolom, hogy én az én nagytatámtól sok mindent kaptam. De például, hogy ennyi mindent tudok csinálni, azt egyfelől neki köszönhetem, mert ő annak idején megtanított fát hasogatni, ásni, kapálni, kaszálni. És most is cseng a fülembe, fiam, ne görcsösen! Azt a fészit úgy szorítod, a tenyeredről leveszi a bőrt. Szépen, azt mondja, játszodjon, táncoljon az a kasza a kezedbe. És te magad is, hát olyan, mint egy táncba, abba a rendet úgy vágjad. És tényleg, hogyha az ember azt az lapátot, vagy bármit, és szorít, és görcsösen csinálja azt a dolgot, akkor nagyon-nagyon komoly vízholyagok lesznek a tenyeredre, hamar elfáradsz, nem bírod, lemaradsz. És azt gondolom, hogy tanított nagyapám valahogy, nem hagyott rám vagyont, nem adott nem tudom milyen nagy dolgokat. De azt tudom, hogy igen, nagyon sok mindenben tőle tanultam, hogy nézd meg azt a fészét, azt a csutakot, mielőtt a baltát belévágnád. Nézd meg, hol van bók, hogy van, mind van. Az a fa el akar hasadni, ha jó helyre vágod belé a baltát. És így tovább, egy csomó olyan dolgot tanított, amit az iskolában nem tanítanak, de ami nagyon fontos. Emlékszem, hogy egyszer, hát ugye a tél akkoriban még nagy hó volt, és akkor felrágták a kert mellé, és a nagy hó lenyomta a deszkákat. És elolvadt a hó, és na, szegezzük vissza. Ide adott egy szeget, kalapácsot, hú, álljon, mindenki félre, így kell egy szeget beverni. Hát úgy elhajlott, mint a csuda. Na, még egyet adott, az kihúzta. Hát az is az más felé hajlott el. És akkor nagyapámba, hogy jó széke ember volt, és azt mondja, kicsit félébb állott, mert húzat van, és a szeget, ha nem egyeb a szegfejét, elviszi a húzat.
Persze én tudtam, hogy nem a húzattal van bajom, az én kalapácsommal. Na aztán valahogy vége lett, elmentünk ebédelni, nagytata mindig ledőlt. Na én visszamentem. És ami szeg volt, én azt egy deckába mind belevertem. Addig ütöttem, az úgy menjen, hogy ottan, mint a húzat. Igen. Egyszerűnek tűnnek a dolgok, és mégis sokszor olyan komplikáltak, nehezek. Én azt gondolom, hogy a kántor urat is valaki megtanította zongorázni, orgonálni. És biztos először pipó, na nem jó. És tanítgatták, nem? És lám-lám, a kezében van egy szakma. Miért ne tudnál te oda menni, és azt mondja, kántor úr, hát hogy mondjam, olyan jó bőrbe vagy, még nyugdíjba mentél, de hogy mondjam, szeretnék én tanulni. És a kántor úr azt mondja nekem, hogy Csaba tesó, ezzel a gyerekkel érdemes foglalkozni, én kifizetem neki azt az órát, hogy tanulsz. Persze nem csak azért, hogy hát ő hogy is sírják, olyan, és mérgelődjön mellette, hanem hogy tényleg azt mondod, hogy igen, szeretnék megtanulni, aztán Isten mit tudom, hova vezet, mi lesz az én életem sorsa, de ez egy szakma. És ezt estéről estére megtanulhatod. És előre csak lehet, hogy egy-két kis, egyszerű számot, és milyen szép lenne vasárnap, hát mit tudom én, uram irgalmaz, te játszod be, nem? És utána szépen szerre, igaz? Tanulsz. Valamit tanulsz. De ugyanezt gondolom, hogy mondjam, hát Alexnek gratulálhattok, mert január 1-től hát a Magyar Box Akadémiának a box edzőjeként alkalmazásba kerül. Igen. És hát így is úgy is telik az idő, néne végezhetné el ezt a tanfolyamot. Beiratkozott. Hát tanulni is kell, online módon, és közben vizsgázni is kell, és dolgozatot is kell írni. De eltelik ez a 8 hónap, ez az év, és van neki nem csak egy diplomája, hanem van egy tudása, tanult valamit. Azzal gazdagabb, több. Bárhova megy az életbe, hát hogy mondjam, van, nem csak olyan, hogy meg tudja magát védeni, hanem én azt gondolom, hogy bárhova megy, mint személyi edző, nyithat egy szalont, és tényleg foglalkozhat kisebb-nagyobb gyerekekkel. Hát így megszoktátok, hogy Noémihez mentek, és ingyen van aerobik, de azt nektek tudnotok kell, hogy egy edző nagyon komoly pénzeket tud kérni, akár egy számtanóráért is, ahogy kérnek, ugyanúgy, hát egy ilyen box edzésért is, hát vannak emberek, akik nagyon sok pénzt fizetnek. És akkor azt mondja, hogy na, vagy, ugye Csaba bácsi is beiratkozik, valaki hozza gitárórára, komolyan veszi, ő is örömét leli benne, és hát hogy mondjam, a szülők fizetnek ezért, nem pusziért jár. Igen, hát én azt gondolom, hogy valahogy erre kéne felébredjetek, hogy tanulni jó dolog. Jézus erre bíztat bennünk, hogy tanuljunk, és ő maga is tanított folyamatosan. És vágyjál, annál többet érsz, mennél többet tanultál. Ugye? Tehát, hogy a tudás nem esik, gazdagabbá tesz. Most a tegnap, vagy tegnap előtt volt Csókai professzor úrral együtt találkoztunk, és hát ugye meg is interjúltam, és talán meg lehet nézni ottan. A rózsafűzér mondásánál nagyon félelemről beszél, de előtte is beszélgettünk. Képzeljétek el, hogy elhívják a világ túlsó felére, mert van 2 gyerek, és úgy született, hogy szián ikrek, össze van nővel koponyájuk. És hát itt igazából szét kell választani. És elmondta, hogy több mint 25 órás műtét. Az agy ott milliméterről milliméterre az a 2 gyereknek az agya, de nem csak a csont, hanem maga az agy szövet is, és azt szét kell választani úgy, hogy mind a kettő ne csak hogy megmaradjon, hanem értelmes, felnőtt, önálló életet tudjon élni. És elhívják.
Azt nem kérdeztem meg, hogy mennyit fizettek, vagy hogy van, vagy mint van, de ez egy óriási dolog, hogy igen, van egy olyan professzor Magyarországon, a szülők Indiában tehetős, tehát ilyen keleti emberek, tehetős, gazdag emberek keresnek valahol egy olyan professzort, aki meg is tudja, meri is, és meg is akarja csinálni. Hát most, hogy mondjam, miért? Azért, mert ez az ember sokat-sokat tanult, elvégezte az orvosi, elvégezte a szakvizsgáit, és amit ebben a téren, ideg sebészeten tudni kell, hát ő azt nagyjából megtanulta. Téged miért nem hívnak? Engem miért nem hívnak el ilyen helyre? Mert nem értek hozzá, nem igaz? De ugyanígy, most mit tudom én, az autó elromlik. Mentünk egy páron, hát ugye Borszékre, és Balázs falván egy kanyar, egy útkereszteződésnél megállt az autó. Hát kiszálltuk, betaszítottuk a legelső parkírozóba, néztünk, hümmögtünk, Alex és én is, ott mindenki, na, piszkáltuk, még üzemanyagot is hoztunk, hogy hátha megjön az esze. Nem jut meg az esze. Persze nem az a baja volt. Na és, hát végül elvitték Gyergyóba, trailerre felrakták, minden szakember megnézte, és azt mondja, az alternátor el van romolva. Nem tölt, lemerült, kész, hogy mondjam, amen. Én autóvillanyszerelő vagyok, de hát amikor nem lemerül, akkor nem világít semmi, de ott világított. De ennek ellenére, hát ezek ilyen már modern autók. És jó 10 perc alatt kicserélt azt, ami kellett, kifizettük, amit kellett, puszi, lehet menni vele tovább. Miért? Mert ért hozzá, mert megtanulta. Miért nem tudtuk mi? Mert nem tudjuk, nem tanultuk ezeket az új autókat. Én se, Alex se, egyikünk se nem ért hozzá. Tanulni kell. És én annyira örvendenék, ha meg lenne bennetek a vágy, hogy tanuljatok, egy kis téglákból összerakjátok azt a tudást, ami majd kenyeret ad a ti kezetekbe, a családotok kezébe. És ebben a szentmisében azért imádkozok, hogy ez az éjség, a tudás utáni éjség felébredjen bennünk. Nagyon izgalmas, könyvek vannak, a YouTube-on rengeteg jó film van, próbáljuk meg képezni, formálni magunkat, most akár a zenébe, akár az autószerelésbe, vagy akár szakástudományba, mindenben. Itt van ugye ez az Eszternek, szakásnéni, nekem szerintem ő nagyon tud főzni. Szabadidődben is, vakációban is, odamész, szakásnéni, segíthetek valamit? Na most miért tetszett ezt belerakni? Mikor kell belerakni? Hogy kell? Leírod, megtanulod. Na mostan engedje, hogy én fűszerezzem. Csak akkor szóljon bele, ha rosszul csinálom. Nem? És itt észre se veszed játszva, és szakmát megtanulsz. Gazdagabb leszel. Hát én azért imádkozok, hogy tényleg gazdagabbak legyünk. Hogy ne csak a játék, ez is lehet egy játék. Miért ne lehetne játék az, hogy megtanulsz? Úgy is mondják, játszok az orgonán. Nem? Így mondják, játszik. Hát az is egy játék. És a szakástudomány is, ha jól csinálod, az egy nagyon izgalmas játék. De akár, hogy mondjam, fát metszeni, az is játék. Minden lehet játék, ha úgy állsz hozzá. Na nem tudom, akarunk tanulni? Fogunk tanulni? Biztos? Na de bátran, lássuk akkor fel, de mit kell bólva, fel kell pattanni ilyenkor. Igen, akarunk tanulni. Csendesedjünk el, imádkozzunk az Úrhoz.